Kis balerinák mutatkoztak be Gyergyószent Miklóson. Az előadáson két koreográfiát táncoltak el a kislányok a Salamon Ernő gimnáziumban. Két hónapig tanulták a lányok a koreográfiát, a legfiatalabb balerina 4 éves, a nagyobbak pedig általános iskolások. A balettnek számos jótékony hatása van a gyerekek fejlődésére, a szülők többek között ezért részesítik előnyben ezt a mozgásformát. Nagyon sok szülő a testtartásért, ugye, ami az nagyon szépen kialakul, azon kívül nyújtáshoz, és ugye hát ez egy kultúra, egy mozgás is, nem nevezném sportnak, ez egy művészeti ág, amit nagyon kell szeretni. Ahogyan az előadásból is látszik, a lányok nagyon szeretnek balettozni. Gyergyószent Miklóson tavaly kezdődött a klasszikus balettoktatás, de folyamatosan indítanak új csoportokat is.